A párharc első két meccsén idegenbeli győzelmek születtek, így a nyíregyháziak a második találkozón visszaszerezték az elveszett pályaelőnyt, és kedden a Vasvári Gimnázium tornacsarnokában már a továbbjutás volt a harmadik mestétje. Ennek megfelelően színvonalas, küzdelmes mérkőzést vívott a két csapat, az első szettet a hazaiak nyerték 21-re, a másodikat a vendégek 24-re, a harmadik pedig 28-26-os hazai sikerre zárult. Itt meg is tört a fővárosiak ellenállása, a negyedik játszmát 15-re, és ezzel a meccset 3-1-re nyerte az NRK, amely 2-1-es összesítéssel lépett túl az Újpest elleni párharcon. Az első mérkőzései kicsit visszatekintve hazai pályán veszíteni bűn, hiba. Sajnos nem volt olyan a felkészülésünk, hogy ezt győzelemig tudtuk volna játszani. Gyakorlatilag nem tudtunk edzeni. Emiatt ment el az első mérkőzés. Már a második mérkőzésen Budapesten, amikor nyertünk 3-2-re, lényegesen jobb teljesítményt nyújtottunk, és ezen a hazai mérkőzésen bebizonyítottuk, hogy egy normális felkészüléssel, egy folyamatos edzésmunkával és mérkőzésekkel jobbak vagyunk, mint az újpesti csapat. Ez igazolódott a tegnapi játékban. Nagyon jó egyéni teljesítmények voltak a csapatban, és ez még kevés lett volna, hogyha nem nyújtunk, nem funkcionálunk csapatként. És egy harmadik dolgot mindenképpen meg kell, hogy említsek, az a 150 ember, aki kijött a mérkőzésre. Az nagyon-nagyon oda tette magát, szó szerint nagyon-nagyon szurkolt a csapatnak, nagyon jó játék volt, és a csapat győzelemmel hálálta meg a szurkolóknak a szurkolását. Az NBA egy ötödik helyének megszerzéséért a Miskolc ellen lépnek majd pályára a nyíregyháziak. Csak azoknak a játékosoknak van pihenő ezen a héten, akik nem juniorkorúak, ők vannak öten vagy hatan a csapatban, a többieknek a hét végén Gödöllőn junior országos elődöntő van, tehát a döntőbe jutásért játszunk. Nem áll meg a munka ezeknek a játékosoknak, ennek a csapatnak. És a felkészülés majd, ahogy említettem, már a jövő héten kedden kezdődik, megpróbálunk a Miskolc ellen felkészülni, és olyan eredményt elérni majd a játékban, hogy az ősz folyamán elért ötödik helyünket, amiért egy 5-6 hónapon keresztül nagyon keményen megküzdött a csapat, és elért egy eredményt, azt itt a playoff játék végén is realizálni tudjuk, és győzelemre tudjuk játszani a Miskolc elleni mérkőzéseket is. A pálya előny a nyíregyháziaknál van, a két nyert mérkőzésig tartó párharc pedig április közepén kezdődik.